Vádemelést javasol a rendőrség a Szentendrei úti álmafutó ellen, 130-al csapódott a piros lámpánál várakozó autóba, ketten meghaltak. Elfoglaltak egy éttermet a Közös Ország Mozgalom és a Város Mindenkié csoport aktivistái. Jövőre nem próbálkozik személyi jövedelemadója visszaigénylésével Szentesi Kálmán, az a férfi, aki korábban itt tiltakozott a kormányzati korrupció ellen, és kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások Németországban. Jó reggelt kívánok, ez a Híradó 6 órakor, Tóth Géza vagyok. Kudarcba fulladtak vasárnap késő este Berlinben az egyeztetések, a CDU-CSU jobb középpártszövetség, a liberális FDP és a zöldek első közös kormányának megalakításáról, mert az FDP kivonult a tárgyalásokról. Angela Merkel kancellár hétfő hajnali sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a tárgyalások kudarcáról tájékoztatja Frank-Walter Steinmeier államfőt. Jobb nem kormányozni, mint rosszul kormányozni, mondta Christian Lindner, az FDP elnöke a sajtónak nyilatkozva, miután pártja bejelentette, hogy kivonult a tárgyalásokról. A partnerek az utolsó pillanatig egyeztettek. Egy 15 órás tárgyalás után fáradtan indulnak haza a német politikusok hajnalban. Lassan két hónapja, hogy szövetségi választásokat tartottak Németországban, a kormánykoalíció azonban még mindig nem állt fel. A nehézségek ellenére úgy folytatom a tárgyalásokat, hogy eleget akarok tenni annak a feladatnak, amit a választók adtak nekünk, hogy koalíciót alakítsunk. Nehéz lesz, de megéri belevágni a második fordulóba, bizakodott Angela Merkel. Rengeteg dologban még mindig nem értünk egyet, főként a migráció és a gazdaság politika területén. Ez a történelmi projekt, amely a liberális, a zöld párt és a keresztény demokrata unió szövetsége nem múlhat néhány órán, mondja a liberális párt vezetője. A tárgyalásokat a hétvégén is folytatták. Angela Merkel vasárnap estét tűzte ki határidőnek arra, hogy a pártok beleegyezzenek a jamaica koalíció létrehozásába. A hetek óta folyó kemény tárgyalások egyik központi témája a migráció. A keresztény demokraták, még inkább Bajor testvérpártjuk szigorú szabályozást szeretne, és a bevándorlók számát évente 200 000 alatt tartanák. A zöldek azonban elkötelezettek a menekültek jogai mellett, és a családegyesítés engedélyezését szorgalmazzák. Elképesztőnek tartom, hogy 4 hét után tulajdonképpen semmit sem haladtunk a fontosabb pontokat illetően, sőt, sajnos a bizalmat sem sikerült felépíteni az emberek között, panaszkodott pénteken a liberális párt alelnöke. Szerintem a pártok felelősséggel tartoznak az állampolgárok és az ország felé, hogy megtalálják a megoldást. Sok dologban nem értenek egyet, mind a 4 pártnak megvan a szavazóköre, akiknek eleget kell tenni, vélekedik ez a berlini férfi. Ha a pártoknak nem sikerül megállapodnia, abban az esetben új választásokat írhatnak ki. A német államfőnek lényegében csak egy lehetősége maradt, új választásokat kell kiírnia. A menedékkérelmek eddigi elbírálása nem változott, és a menekült kérdés szabályozó dublini rendelet reformjáról sem született döntés Strasbourgban, közölte Velki László nemzetközi jogász. Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezetője viszont azt mondta, hogy az Európai Parlamentben a magyar elvtársak a soros terv részeként elárulták a magyar emberek érdekeit azzal, hogy elfogadták a kötelező betelepítésről szóló javaslatot. A baloldal, amit korábban letagadott, azt most megszavazta. Az Európai Parlament csütörtökön hagyta jóvá a parlament szakbizottsága által készített jelentést a dublini rendelet reformjáról. A javaslatot még a néppárti képviselők is támogatták. Németh Szilárd szerint a magyar EP képviselők semmibe vették a magyar választópolgárok akaratát, akiket név szerint is megemlített. Szó nincs felső határ nélküli betelepítésről. Nem igaz? Az egész európai közös menekültügyi politika arról szól, hogy csak azok juthassanak be Európába, akik valóban tényleges nemzetközi védelemre szorulnak. Itt semmiféle döntést nem született, fogalmazott a Demokratikus Koalíció EP képviselője. Az Európai Parlament tárgyaló delegációját csak arra hatalmazták fel, mondta, hogy tárgyaljon a bizottsággal és az Európai Tanáccsal. A Fidesz szerint azonban már határoztak a betelepítésről. A határozatban, ahogy említettem, ott nagyon súlyos dolgok vannak. A családegyesítéssel kapcsolatban, a felső korlát nélkül állandóan alkalmazandó és kötelező kvótával kapcsolatban. Tehát semmiféle tárgyalásról nincs szó. A Fidesz frakcióvezetője is kész tényként kezeli az Európai Parlament döntését.
fenyegetés jelent azért, mert ahelyett, hogy szankcionálná azt, ha valaki nem tudja megvédeni a külső határokat, bevezet egy olyan osztási rendszert, hogy mindenkit, aki illegálisan átlép a határon és menekült kérelmet terjeszt elő, azt azonnal át kell helyezni különböző államokba. Valaki László nemzetközi jogász szerint azonban semmiféle határozat nem létezik. Ez a határozat e pillanatban csupán annyit jelent, hogy az Európai Parlament kialakított egy álláspontot, és ezt az álláspontot az Európai Tanács, tehát a miniszterelnökökből és vagy államfőkből álló testület elé terjeszti. A dublini rendelet reformjáról várhatóan csak 2018 első fél évében döntenek. A magyar kormány egyetértése nélkül egy ilyen határozat nem születhetne meg, és nem történne kötelező betelepítés az ország területére. A javaslat felveti, amennyiben egy ország nem kívánja megfelelő számban elbírálni a menekültek kérelmét, akkor a menekültek fogadásának felfüggesztését is kérheti, viszont azokat az országokat, ahonnan érkeznek, anyagilag kompenzálni kellene. Ülősztrájkot tart a Közös Ország Mozgalom és a Város Mindenkié a Budai Várban található Pest-Budai teremben. Az aktivisták azért tiltakoznak, mert szerintük a budavári önkormányzat áron alul adta bérbe az ingatlant Zsidai Roy cégének. Az étteremvezető hiába hívta ki a rendőröket, mivel nem történt szabálysértés, nem intézkedtek. Végül a tüntetőkre zárták az éttermet. Hiába volt megnyerő a napi menü a Pest-Buda bisztróban, nem sokan tudták megkóstolni. Ebédidőben érkezett a Közös Ország Mozgalom 30 aktivistája, akik ülősztrájkkal fejezték ki tiltakozásukat az étteremnek és hotelnak helyet adó ingatlan áron aluli bérbeadása ellen. A második emeleten 38 ezer forintért van kiadva egy, úgy látom, 90 négyzetméteres, a teljes tetőtér 118 négyzetméter, pedig 46 ezer forintért. Aki Budapesten lakást bérel, az pontosan tudja, hogy ezek mennyire alacsony árak. Összesen 126 ezer 126 forint. Ennyit fizet havonta Zsidai Roy cége a több mint 300 négyzetméteres ingatlanért. Miközben a Mátyás templom tőszomszédságában található impozáns műemléképületben egy szoba ára éjszakánként 88 ezer forint. A közvagyont ne magáncélos profitszerzésre adják oda olyan vállalkozóknak, akik ezzel nem a közt gyarapítják, hanem kizárólag a saját gazdagodásukat segítik elő. Abban a helyzetben, amikor Magyarországon 10 000 kinek hajléktalanság van, 100 000-nek van egészségtelen lakhatási körülmények, és milliók küzdködnek a rezsi részletei fizetésével hónapról hónapra. Az étterembe a sajtót nem engedték be, de a transzparensekkel felszerelt tiltakozók élőben közvetítették a benti történéseket, ami lényegében Móricz Zsigmond Rokonok című regényének felolvasása volt. A vendégek hiába érkeztek, a bisztróra kitették a zárva feliratot, majd az étteremvezető a rendőröket is kihívta. Azzal, hogy a tüntetők elfoglalták az éttermet és nem rendeltetésszerűen használják, azzal nem fogyasztanak. Szabálysértést követnek el. Milyen szabálysértést, ne ragudjam? Mert egy étterem nem elfoglalható, egy étteremet nem lehet elfoglalni. De ilyen szabálysértés nem nevesít. Az intézkedő járőr elmondta, ha a jegyző megállapítja, hogy a bent lévők jogellenesen tartózkodtak a helyiségben, akkor tudnak intézkedni. Röviddel ezután viszont az étterem vezetője úgy döntött, a tüntetőkre zárja a helyiséget, és mivel a riasztót is bekapcsolta, a mozgástól az rövidesen meg is szólalt. A biztonsági cég munkatársa megérkezett, de ő sem tudott más tenni, mint kihívta a rendőröket. A rendőrség a biztonsági cég munkatársával közben közölte, hogy nem mennek ki a helyszínre, mert ismerik a tényállást, az pedig nem ad okot további intézkedésre. A tüntetők azt mondták, végkimerülésig az étteremben maradnak. Jövőre nem próbálkozik személyi jövedelem adója visszaigénylésével Szentesi Kálmán, az a férfi, aki korábban így tiltakozott a kormányzati korrupció ellen. Nem a véleménye változott meg, hanem a székesfehérvári ügyészség döntött úgy, hogy megszünteti a nyomozást és egy évvel elhalasztja a vádemelés Szentesi ügyében. Ez alatt az egy év alatt azonban a férfi nem követhet el semmilyen bűncselekményt. Az én lépésem inkább szimbolikus volt. Hát a hatalom válasza is szimbolikus sikerült. Ugye azt mondták, hogy nesze neked félmilliós bírság, nesze neked további adóvizsgálat, tudd, hogy hol a helyed jobbágy.
Szentesi Kálmán februárban a tanítelék mozgalom tüntetésén beszélt arról, miért vállalta az adóforintjaiért folytatott harcot. Az adóját a korrupció elleni tiltakozásul visszakérő férfit a NAV megbüntette, majd fel is jelentette. A székesfehérvári ügyészség mostani döntése értelmében azonban Szentesi Kálmánból mégsem lesz büntetett előéletű állampolgár az adó visszaigénylés miatt. A tapsot érdemel az ügyészség. A Transparency International Magyarország azért szállt be az ügybe Szentesi Kálmán mellett, mert aránytalanul súlyosnak érezték már a visszaigénylés miatt kiszabott bírságot is. Amikor pedig a férfit a NAV rendőrségnél is feljelentette hatóság elleni izgatás miatt, majd költségvetési csalással és magánokirat hamisítással is megvádolták, a TI újra lépett és beadványban kérte az ügyészségtől a büntetőszál elengedését. Szerintünk ugyanis nem történt bűncselekmény, Szentesi Kálmán alapvető jogát gyakorolta, kritikát fejezett ki a kormánnyal szemben, a magatartása azonban nem veszélyeztette, nem károsította, nem sértette a költségvetési bevételeket, úgyhogy itt adócsalásról szó sem lehet. Szerintem annak elismerése, hogy ez nem bűncselekmény, az még nem jár együtt azzal, hogy akkor most örömtüzeket kéne gyújtani. Szentesi Kálmán ellen az ügyészség egy korábbi 2014-es adóvisszaigénylés miatt indított eljárásban azonban csak felfüggesztette a vádemelést egy évre, vagyis megelőlegezték a bizalmat Szentesinek arra, hogy a következő egy évben nem követel hasonló cselekményt. Hát úgy gondolom, hogy ebben ez jól tippelték, mert hogyha eddig így 20-40 év alatt ez sikerült, akkor szerintem a következő egy évet is kihúzom valahogy. A kérdés inkább az, hogy mi adófizetők megelőlegezzük-e ugyanezt a bizalmat a kormánynak, hogy akkor ők a következő egy évben, vagy inkább még azon túl is nem fognak annyit lopni, mint eddig. Ez a mostani döntés azonban csak a fele az egész ügynek, ugyanis Szentesi Kálmán is beperelte a NAV-ot. Egy elbukott bírósági döntés után az erről szóló beadvány most az Alkotmánybíróság előtt van. Nem volt fennakadás, így órákkal a tervezett időpont előtt végeztek az új díjfizetési szolgáltató karbantartásával. Eredetileg vasárnap éjjel 1-től délelőtt 11 óráig szünetelt volna az e-matrica értékesítés, de már hajnali 5-től elindult a rendszer. Ugyanakkor annak sem kellett pótdíjat fizetnie, aki az érintett időszakban volt úton, később viszont megvásárolta a matricát. Vasárnap hajnalban valóban nem lehetett autópályamatricát vásárolni. Karbantartás volt ugyanis a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT informatikai rendszerében, ám ettől függetlenül nem kellett senkinek sem órákkal később útnak indulnia, és pótdíjat sem számoltak fel a matrica nélküliségért. Ezt már a szakértőtől tudjuk. A pótdíjat nem kell megfizetnie abban az esetben, hogyha a autópálya igénybevételbe is fejezi ez alatt a 1-2 óra vagy 4 óra alatt. Abban az esetben, hogyha tovább is közlekedik, annak ellenére, hogy észlelte a visszajelzés hiányában, vagy hiányára tekintette, hogy nem volt érvényes a vásárlása, és pótolni sem pótolta ezt, mondjuk az eltelt 4 óra üzemszünetet követően, akkor biztos, hogy a pótdíjat meg kell fizetni. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT szóvívője szerint sikeres volt a karbantartás, már csak azért is, mert a tervezett 10 órás szüneteltetés sem kellett kivárni. A munkálatokkal nagyjából 3 óra alatt végeztek, így hajnali 5-re már minden a megszokott rendben zajlott. Aki ebben az időszakban tervezett útnak indulni, arra kértük, hogy előre váltsa meg jogosultságát. Aki ezt valamilyen okból mégsem tudta megtenni, az pedig arra, hogy a karbantartást követően mi hamarabb vegye meg e-matricáját, illetve Hugo viszonylati jegyét. Az ügyfélszolgálatunk információi alapján egyébként ezzel kapcsolatban probléma, fennakadás nem volt tapasztalható. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT egyébként évente csak néhány alkalommal szokott karbantartást végezni. Most a rendszer működése szempontjából fontos informatikai frissítéseket hajtották végre. Az ATV híradójában Gulyás Eszter riportját látták. 66 éves korában hirtelen meghalt a spanyol legfőbb ügyész, aki a szakadár katalán kormány és tagjai ellen kezdeményezett büntetőeljárást. A főügyész Argentínában került kórházban egy fertőzéssel. Közben Barcelonában újabb tüntetést tartottak a függetlenségpártiak a rasszizmus, a fasizmus ellen és a békés közös együttélés mellett. Közben uniópártiak is felvonultak a katalán fővárosban. Helyi híradások szerint közülük egy csoport provokálni akarta a függetlenségpártiakat, emiatt a rendőröknek kellett közbelépniük. Hivatalosan is leváltotta Robert Mugabét a zimbabwei kormánypárt. A véreskező elnök 37 éve kormányozta az afrikai országot, helyére az alelnököt nevezik ki. Táncoló és ünneplő emberek Zimbabwe utcáin. A helyiek annak örülnek, véget ért Robert Mugabe 37 éves diktatórikus hatalma.
Ünnepelnek a kormánypárt gyűlésén is. A politikusok ugyanis bizalmi szavazást tartottak arról, hogy hivatalosan is leváltsák az elnököt. Our people, colleagues. Az emberek azt követelik tőlünk, hogy legyünk jó vezetők és engedjünk a követeléseiknek, hogy menesszük Mugabe elnököt a pártbeli és kormánybeli pozíciójából, mondta az ülés elnöke. A párt abban állapodott meg, Mugabe hétfőig kap időt, hogy magától lemondjon, ha ennek nem tesz eleget, alkotmányos eljárást indítanak ellene, azaz elmozdítják a hatalomból. Mugabét a katonaság helyezte házi őrizetbe, miután saját feleségét szerette volna kinevezni utódjának, őt a párt kizárt a soraiból. Régóta szenvedünk már az elnyomástól és a félelemtől Mugabe alatt, ezért hálásak vagyunk azoknak, akik kimondták, mennie kell, most pedig egy jobb jövőt várunk, mondja ez a helyi férfi. Helyi források szerint a kormányzó párt azt az elnököt nevezi ki Mugabe helyére, akit az elnök menesztett. Nem engedné Donald Trumpnak az atombomba bevetését, ha az elnök felelőtlenül vagy jogilag nem megalapozottan utasítaná erre, ezt az Egyesült Államok legfőbb nukleáris parancsnoka mondta. A stratégiai parancsnokság feje erről annak kapcsán beszélt, hogy a szenátusban az elnök nukleáris támadás indításához való jogköréről vitatkoznak. Több politikus ugyanis attól fél, hogy Trump felelőtlen döntést hozna ilyen esetben. A felelős parancsnok szerint azonban ő nem tenne eleget egy ilyen parancsnak. Megállapodott a budapesti tankapuja buddhista főiskolát fenntartó Tájföldi Egyetem további működéséről a magyar és a táj kormány. Esziártó Péter külügyminiszter jelentette be Bangkokban, ahol beszámolt arról is, hogy jövő szeptembertől évente 40 ösztöndíjas hallgató érkezik a távol-keleti országból Magyarországra. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a MOL tiszaújvárosi petrolkémiai üzemének felépítésében is jelentős szerepet vállal Tájföld, hiszen a szükséges modulok nagy részét ott gyártják majd. A korábbi madárinfluenza miatti importtilalmat feloldják Magyarországgal szemben, és a szükséges eljárásokat mind lefolytatták, így innentől kezdve a magyar liba és kacsamáj, a napos baromfi, valamint a tojás exportja újra megindulhat Magyarországról. Visszavonul Várszegi Asztrik. A pannonhalmi főapát ezt a Szent Márton napi ünnepi hangverseny előtt jelentette be. Várszegi Asztrik csaknem 27 éve tölti be a főapáti tisztet. Lemondását azzal indokolta, hogy mint fogalmazott, a bencés hagyomány bölcsessége az diktált a szívemnek, és az van házi törvényeinkben is, hogy az idősebb adja át helyét a fiatalabbnak. Az új főapát személyéről január 6-án döntenek, és kora tavasszal iktatják be. Platina lakodalmát ünnepli a brit királyi pár. Második Erzsébet és Fülöp herceg hétfőn lesznek 70 éve házasok. A pár nem készül nyilvános ünnepséggel, egyedül ezt az új portrét közölték, amely a Windsori kastélyban készült. A 91 éves királynő és 96 éves férjének évfordulója azért is különleges, mert a brit monarchia eddigi történetében egyetlen uralkodói házaspár sem érte meg együtt a 70. házassági évfordulóját. A királyi pár zárt körben ünnepel majd egy családi vacsorán. Jeleket küldhetett az a tenger alatt járó, amely Argentína partjainál tűnt el a héten. A haditengerészet 7 sikertelen műholdas hívást kapott, valószínűleg a legénység próbálkozhatott azzal, hogy kapcsolatot teremtsen. A tenger alatt járó 4 emberrel a fedélzetén tűnt el, a hadsereg kereső expedíciót indított. Azt mondják, a legénységnek van elég élelme és oxigénje. Egyelőre azonban nem találtak bizonyítékot arra, hogy az eltűnt tenger alatt járóról érkeztek volna hívások. Nem volt elég nagy a lakásuk, ezért nem vihette haza egészen mostanáig augusztusban született kisbabáját egy miskolci család. Olyan kicsi házban éltek 5 gyerekkel, hogy a kislányt nem engedték haza a kórházból a gyámügy. Amikor egy családokat segítő egyesület ezt meghallotta, azonnal döntöttek és segítettek. A házat a családdal közösen kibővítették, így a kislányt most végre hazavihették. Ha ők nem segítenek, akkor nem is tudom, hogy hol lettünk volna. Mi lett volna egyáltalán? Ebben a kisházban él a népes család, amelynek az elején korábban nyitott részt faraszták be, és alakítottak ki újabb helyiséget, hogy a gyerekek jobban elférjenek. A gyerekek szülei azt mondják, hogy a család segítő szabta feltételül, hogy csak akkor vihetik haza az augusztusban született Lilit, ha elegendő lesz a ház alapterülete ennyi gyerek neveléséhez. Ha ez nem sikerül, akkor a kicsit ideiglenesen elvették volna a szülőktől. Anya otthon kértem a család segítőtől, azt mondta, hogy nincsen hely. Mondta, hogy sehol az országban nincsen hely.
Ez nem megoldható, és akkor így ideiglenes elhelyezésbe. De semmi papírt nem kellett találjam. A család segítségére egy egyesület sietett, amikor meghallották, hogy mi történt, azonnal felvették a kapcsolatot a szülőkkel. Amikor mi megismertük őket, akkor belülről már le volt gipszkartonozva egy 5 centi szigeteléssel a fal, amit önerőből saját pénzükön az élelmiszer vásárlás rovására meg tudtak vásárolni, és amiben tudtunk nekik segíteni, az szintén kívülre egy 5 centi szigetelőanyag, illetve az egész le lett fedve először egy 12 mm-es OSB-lappal. A ház még így is kicsi lett volna, ezért a korábbi kecskeórat alakították úgy ki, hogy a mindössze 4 négyzetméteres kis rész lakható legyen. Itt most a család fő lakik. Csupasz fal volt itt, olyan, mint az első. Ugyanaz volt itt. Én ezeket az anyagokat már én tettem rá. Úgy jöttem ki ide. Ez a kályhám van. Úgyhogy... Na de hát most... Még azt meg nem kész nem lett, addig ide pakoltunk mindent be. A most már 8 tagú család összesen 160 ezer forintból él havonta. Az apa nyugdíjas, az anya otthon látja el a gyerekeket. Az egyesületnek köszönhetően sikerült a ház kopott bútorzatát kicserélni, szőnyegeket tettek le mindenhova, és a kisbaba ellátásához szükséges eszközöket is megkapták. Újfajta bódítószereket árult egy férfi és élettársa Debrecenben. A rendőrök szombaton reggel elfogták és gyanúsítottként kihallgatták őket. A 38 éves férfit őrizetbe vették és kezdeményezik előzetes letartóztatását. 40 éves társa azonban szabadlábon védekezhet. Eddig 5 fogyasztót azonosítottak a nyomozók, őket tanúként hallgatták ki. Vádemelést javasol a rendőrség a Szentendrei úti sofőr ügyében, aki fél éve részegen 130-al csapódott 20 éves fiatalok autójába. Az ütközés hatalmas volt, a balesetben a vétlen fiatalok, a 21 éves Janza Richárd ifjúsági világbajnok kajakozó és 22 éves barátja haltak meg. Március 18-án hajnali 1:30-kor történt a megrázó baleset. A 20 éves fiúk autójukkal egy piros lámpánál várakoztak szabályosan, amikor hátulról 130-al beléjük csapódott egy másik autó. A fiatalok azonnal meghaltak, a másik kocsi 28 éves vezetője súlyosan megsérült. Napokig életveszélyes állapotban a Honvéd kórházban kezelték, aztán a tököli RAB kórházba vitték. Júliusban kifizették érte a több mint 7 millió forintos óvadékot, így azóta házi őrizetben van. Napra pontosan 8 hónappal a tragikus baleset után a rendőrség mozzárta le a nyomozást. A vétkes sofőrnek halált okozó ittas járművezetés miatt kell majd bíróság elé állnia. A nyomozás az ügyben lezárult, a rendőrség az iratokat vádemelési javaslattal küldi meg az illetékes kerületi ügyészségnek. Az ügyészség a napokban tett indítványt arra, hogy a gyanúsított házi őrizetét a bíróság további 2 hónappal hosszabbítsa meg. A baleset a Szentendrei úton történt, ahol a 70-es sebességkorlátozás ellenére rendszeresek a gyorshajtások. A baleset után néhány nappal a kerületi polgármester elmondta híradónknak, hogy ismerik a problémát, és már korábban is kérték a Trafipax telepítését. Tavaly évben már javasoltuk a belügyminisztériumnak, hogy ide a Véda intelligens kamerarendszert telepítsék, ami egyrészt megelőzési funkciói is vannak. Ez az, amit most megismételtünk, véleményünk szerint nagyon fontos lenne, hogyha a Szentendrei utat ebbe a rendszerbe bekötnék. Búzs Balást kerestük most is, de sajtosa azt mondta, nem érte el a polgármestert. Egy hónappal ezelőtt az Inforádióban viszont azt mondta a kerületi vezető, hogy 2018-ban már működhetnek a kamerák, mert megvan a szükséges pénz, és a helyszínt is kiválasztották. Ide az Áhony utcai kereszteződésbe tervezik a kamerák felszerelését. Ez mindössze néhány száz méterre van a márciusi tragédia helyétől. 246 nap telt el a baleset óta. Itt a helyszínen már csak ez az egyetlen aranyérem emlékeztet a tragédiára. Az ATV híradót debreceni Csilla tudósította. 3 gyerekkorú fiú miatt kellett egy vonatnak megállni a Borsod megyei Méra közelében, miután gumiabroncsokat helyeztek a sinekre. A Hidas Németi és Miskolc között közlekedő mozdony a gumikat lelökte és maga alá gyűrte, így azok nem okoztak komolyabb kárt. A gyerekek a koruk miatt egyelőre megúszták komolyabb következmények nélkül, tettük egyébként 3 évig lenne büntethető. A Borsod megyei Mérán közvetlenül az utca végén húzódik a vasúti töltés, ahol kénytelen volt egy vonat órákon át vesztegelni. A rendőröket innen értesítették azzal, hogy ismeretlenek valamit rátettek a vágányra. A bejelentő elmondta, hogy egy Hidas Németi Miskolc között közlekedő
vonatszerelvény megállásra kényszerült Méránál, mert a vonatsimpáron ismeretlen személyek gumiabroncsokat helyeztek el akadályként. Ezeknek a gumiabroncsoknak a közlekedő vonat nekiütközött, amelyeket részben maga alá gyűrt, részben pedig letaszított a simpáról. Az eset miatt szerencsére senki sem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. A rendőrök hamar kiderítették, hogy 3 gyerekkorú fiatal volt az, aki a sinekre tette a használt gumikat. A gyerekek. Gyerekek játszottak, és azok legorigatták az autógumikat a sínre. Többet én se tudom, nem tudok meg mondani. A helyiek azt mondták, hogy legalább 3 órán keresztül állt a vonat a nyílt pályán a fiúk játéka miatt. A 3 fiút egyébként a koruk miatt nem lehet büntetni, de ha idősebbek lettek volna, akár 3 év szabadságvesztésre is ítélhették volna őket. Délelőtt szikrázó napsütés, délután intenzív havazás fogadta azokat, akik a Mátra magasabb részein kirándultak. A Kékesen kora délutára teljesen beborult, és eleinte csak szálingózott, majd nem sokkal később szakadni kezdett a hó. A fagypont körüli hőmérsékletben a hó vékony rétegben meg is maradt. Ez azonban még nagyon messze van attól, hogy érdemes legyen a sítalpakat előkészíteni és elindulni a mátrai sípályákra. Eddig tartott a híradó, most indul a Startbomber a Krisztinával és Vujt Rutkóval. Szervusz Rutkó, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusz Géza, üdvözlöm a nézőket! Ahogy megszokhatták, izgalmas lesz a mai nap. A szociális pilléről beszélgetünk. Mi történik akkor például, hogyha az európai régió, az egyik európai régió sokkal rosszabbul termel, vagy teljesít, mint a másik? És mi van akkor, hogyha az emberek onnan elindulnak más országok felé, jobban teljesítő országok felé, ahol jobban meg tudnak élni? Akkor kiürül az egyik régió, vagy valamiféle szociális pillér mégis tud segítséget hozni? Itt lesz velünk Meszeris Tamás, az LMP-EP képviselője, ugyanis az elmúlt napokban gyakorlatilag vezető téma volt ez Európában. Aztán itt lesz Bárány Balázs az MSZP-től, és azt várjuk tőle, hogy végre mond valami olyat arról a bizonyos 106 képviselő jelöltről, meg a megállapodásról mondjuk a DK-val, amit délután mondjuk a saját pártelnöke nem cáfol, mert az MSZP-nél hát bizony elő szokott az fordulni, hogy valamit nagyon bejelentenek, aztán délre kiderül, hogy igazából az már nem is igaz. És gyermekjogokkal is foglalkozunk. Svédország budapesti nagykövete lesz itt a vendégünk. A nagykövet úr arról fog beszélni, hogy milyen módon tudják elősegíteni a boldog gyerekkort egész Európában. Géza, ez és sok minden más még. Köszönjük szépen, érdemes lesz tehát velünk tartani ma reggel, és maradjanak velünk 9-ig, de még utána is, most tehát kezdődik a Start, én pedig 7 órakor várom önöket friss hírekkel, sőt, még előtte megmutatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatnak a következő napokban, viszontlátásra.